Köszöntök mindenkit a fehérvári beszélgetésekben a Fehérvár Televízióban. Nyár van, nagyon szeretjük, nagyon élvezzük. Gyermekként emlékszem, hogy tényleg mindig nagyon vártam a vakációt, mindig vártam azt, hogy ki lehessen szabadulni az iskolából, és vártam azt, hogy elmenjünk nyaralni. És szerencsére abba a típusba tartoztam, akit úgy nem nagyon ért baleset nyáron, nyár folyamán, tehát nem is égtem le nagyon, nem voltam allergiás, nem csipett meg nagyon darás, tehát én az a gyerek voltam, aki egy kultúráltan elszórakozott a nyári szünidő ideje alatt, de mindig voltak olyan barátaim, ismerőseim, akik notóriusan valamilyen balesetet szenvedtek. Pontosan ez a témánk a mai napon itt a fehérvári beszélgetésekben, a nyári gyermekbalesetek, erről beszélünk a mai napon. Vendégem pedig a stúdióban dr. Tokod István gyermekorvos, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Sok mindenről beszélgettünk adás előtt, próbáltuk összeszedni a gondolatainkat, hogy tényleg milyen nagy számú a gyermekbaleseteknek a palettája, száma, ami tényleg előfordulhat a nyár alkalmával. Nagyon sok mindenről tudnánk beszélni. Kezdjük a legelején, tényleg mondjuk itt a prevenció résszel. Mondják, hogy a gyermekek számára is fontos a folyadék fogyasztás, hogy mennyit igyanak a nyár alkalmával a gyerekek. Ezt meg lehet határozni? Van úgy, hogy testsúly per deciliter, be lehet így lőni, vagy van erre egy szám, ami úgy a gyerekeknek úgy elfogadott, és mondjuk a szülők tudják alkalmazni, és nem kell nagyon számolgatni? Lehet tudományos alapon is kiszámolni ezt a folyadékbevitelt, de igazából a szülők szerintem, az a tapasztalatom legalábbis, hogy általában tudják, ez valahogy átment a médiában történő felvilágosítás kapcsán. Egy-két liter folyadékot minden gyereknek mindenképpen el kell fogyasztani, de ha pontosan akarjuk kiszámolni, akkor a testsúly kilogramra, az első 10 kiló súlyra 100 millilitert, azután a 10 és 20 kiló között 50 millilitert, és a fölött pedig 30 milliliterrel lehet megszorozni. Tehát, hogy jobban érzékeltessem, ezt mondjuk egy 20 kilós gyereknek másfél liter folyadék lenne így a tudományosan kiszámított folyadékbevitele. És nyilván a hőmérséklettől, az izzadástól, vagy az esetleges lázas betegségtől függően ehhez még plusz hozzájön egy kis folyadékmennyiség. Azon gondolkodom, hogy megisszák el, most az én gyerekeimre gondolok, hát nem mindig, azért nem mindig van meg mondjuk ez a fajta folyadékmennyiség, amit meg kéne, hogy így jön. Ez nem tisztán folyadékot jelent, hanem minden olyan táplálékot, amely folyékony halmazállapotú. Tehát lehet ez tej, joghurt, leves, stb. Tehát minden, aminek folyadéktartalma van, az bele kell ebbe számolni. Tehát ez bele kell, hogy számoljuk van, mindenképpen. Pontosan. Na, ezt jó tudni nyára alkalma mindenképpen. A másik, amire meg szeretnék az elején rákérdezni, ugye egyre több szülő ad a gyerekének D-vitamint. Ilyenkor a nyári időszakban is kell, vagy ilyenkor le lehet vele állni? Az új elvek alapján azt mondjuk, hogy nyári időszakban is célszerű D-vitamint adni. Nem lehet ugye azt kiszámítani pontosan, hogy ki mennyi időt és milyen ruházatba tölt a napon, illetve hogyha nem a napon tölti ezt, hanem szórt fényben, akkor az pontosan mennyi D-vitamin képződését segíti elő a bőrben. Én azt szoktam javasolni, a saját gyakorlatomat tudom mondani, hogy napi 1000 nemzetközi egység D-vitamint így nyáron is célszerű fogyasztani. Túladagolni nem tudjuk. Igen. Abban az esetben, ha a kiegészítő D-vitamin képződés a napfény révén valósul meg. Van ez a cseppentős, amit általában használnak a szülők, mondjuk abból vagy kettő csepp. Annyi? Hát igen, az majdnem pontosan annyi, így van. Egy picit több, de ha abszolút pontosok lenni, az 1200 nemzetközi egység, de az nyugodtan lehet adni kettő cseppet abból a bizonyos D-vitamin készítményből. Igen, mert sokféle van a piacon. Igen. Gondolkodtam, hogy a gyerekbalesetek kapcsán melyikkel kezdjük. Rengeteg van, ugye a műsor elején már mondtuk, beszéltünk erről. Melyikkel? Melyik, ami mondjuk a leggyakrabban előfordul? Vagy mi az a top 3, ami így elő szokott fordulni, hogy azokkal kezdjük esetleg? Igen, szintén a saját tapasztalatomat tudom mondani. Napégés az, ami gyakran előfordul. A rovarcsípések fordulnak elő, illetve hát a különböző játékeszközökről való leesés, azokkal való elesés, ami előfordul leggyakrabban. Okay. Pont ez téma kapcsán a gyerekjátékok. Nem tudom, már Budapesten valami kórháznak valami vezető gyermekorvosa nyilatkozta, hogy a leggyakoribb, amivel hozzájuk kerülnek a gyerekek, ez a trambulinról való leesés, meg az ott történő tényleg sérülések. Az itt is megvan a trambulinos baleset? Pontosan, igen, itt is találkozunk vele. Tehát ezek veszélyesek. Kezdjük akkor a napégéssel, ami úgy evidens nyáron. Hogy védekezzünk ellen, mi az, amit szülőként meg
tudunk tenni, hogy tudatosítsuk a gyerekben ezeket a dolgokat, és nyilván milyen bántalmak lehetnek a leégésen túl. Hát alapvető feltétele annak, hogy napégést ne szenvedjen gyermekünk, hogy 11 óra és 3 óra között lehetőség szerint ne vigyük ki a tűző napra. Természetesen szórt fényekkor is érheti, tehát árnyékban lehet a gyermek, illetve napvédő faktorra, különösen a nyári időszak elején, amikor még nem barnult le sem ennyire a gyermek, akkor napvédő faktort használjunk, és lehetőség szerint egy 50 faktorossal kezdjük, és aztán azt, ahogy a gyermek szépen barnul, akkor lehet csökkenteni, de napvédőt mindig célszerű kenni a gyermekre, tehát a nyár előrehaladtával és a nyár későbbi időszakában is. Ha abban az esetben, ha pedig azt látjuk, hogy mégiscsak kicsit megpirult a gyermek, azzal a kis pirulással, tehát az elsőfokú napégéssel nem feltétlenül kell orvoshoz fordulni, ha az nem nagy kiterjedésű, tehát nem a test nagy felületét éri, abban az esetben hűsítőkenőcsöt lehet rátenni. Legegyszerűbb a szinte minden háztartásban előforduló popsi kenőcs például, amivel óvatosan, finoman be lehet kenni. Tejfölt ne tegyünk rá. Azt nem célszerű. Mert még hallottam, igen, a múltkor, hogy ő tejfölt tett a gyerekem, hogy nem szabad ez. Azt, hát bajt nem csinál bajt vele, nem csinál, de igazából haszna, de semmi haszna nem lesz, így van. Igen, vannak ezek a régi hiedelmek, amiknek nyilván egy része jó, másik része viszont ugye, hát nem feltétlen hasznos, csak az emberekben ez még benne, igen, van, hogy, hogy nyilván jót akarnak azért. És milyen, ugye mondják azt, hogy a bőr az emlékezik, tehát az ember egyszer lebarnult, vagy illetve leégett, aztán ugye bebarnul az ember, és az nincs elfelejtve, vagy a bőr tényleg erre emlékezik. Ez tényleg így van egyébként? Hát az első évben igen, tehát egy szezon alatt igen, aztán a következő szezon során újra kezdődik az egész. Napégést szenvedni nem célszerű, mert mindenkinek a bőrén azt lehet mondani, hogy vannak anyajegyek, főleg festékes anyagok, azok veszélyt jelentenek ilyen szempontból, tehát a túlzottan sok irritáció éri őket, tehát például az égési sérülés, ami a napfény által valósul meg, az benne rejti a veszélyét annak, hogy esetleg abból valamilyen kellemetlen rossz indulatú folyamat indul el. Tehát erre figyeljünk akkor. Erre figyelni kell. Az elsődleges oka az például, hogy főleg felnőtteknél, de gyermekeknél is ne menjünk tűző napra, és napégést ne szenvedjünk, hogy a bőrön levő festékes anyajegyekből rossz indulatú daganat ne induljon ki. Jó, ez fontos dolog. A másik, amiről érdemes mindenképpen beszélni, ugye mindenkinek megvan az a kép, hogy ott vagyunk mondjuk a Balaton parton, Velencei tó partján egy étteremben, ott van a boldog család, gyereknek kikértük a szörpöt, gyerek egyszer csak elkezd visítani, mert megcsípte egy darázs, vagy ugyanez a strandon, gyerek tök jól játszik, elfordítjuk a fejünket, egy másodperc múlva a gyerek pedig zokogva rohan hozzánk, hogy megcsípte a darázs, tehát akkor a csípésekről is érdemes, hogy mit kell erről tudni, mit érdemes erről tudni mindenképpen a csípésekről. Igen, hát a veszélyes rovarok valóban a darázs és a méhecske. Ugye a kettő között alapvető különbség az, hogy a darázs többször, ugyanaz a darázs többször meg tudja szúrni a gyermeket, a méhecske viszont csak egyszer, mert a fullánkja kiszakad, és elpusztul a méhecske. Tehát ha a kettőt össze akarom hasonlítani, akkor a kettő közül inkább a darázs a veszélyesebb ilyen szempontból, de természetesen a méhcsípésnek is lehetnek ugyanolyan következményei. Általában azt mondjuk, hogy minél közelebb a fejhez, minél közelebb csípi meg az embert a rovar, annál veszélyesebb, és abban azért, mert a fej környékén a gégében például olyan duzzadásra hajlamos szövetek vannak, amelyek fulladás veszéllyel fenyegetnek. Ez általában azt lehet mondani, hogy az esetek nagyon nagy túlnyomó részében nem következik be, mert ahhoz, hogy valakinél ilyen legyen, ahhoz túlérzékenynek kell lenni a rovarcsípésre, illetve pontosabban a darázscsípésre vagy a méhcsípésre. Ez szerencsére a lakosságnak csak egy töredéke, akinél ez előfordul. Igazából a tüneti kezelésen kívül ebben az esetben, ha nem észleljük ezeket az ijesztő tüneteket, tehát hogy fuldoklik a gyermek, vagy nagyon bedagad, akkor más nem kell alkalmazni. A tüneti kezelés az pedig antihisztamint jelent, ugyanazt a gyógyszert, amit allergiás betegségekre adunk, azt lehet adni. Illetve helyileg, hogyha nem olyan helyen van,
például nagyon a szem környékén, akkor be lehet kenni ugyanilyen antihisztamin készítménnyel a csípésnek a helyét. És a káciumot azt felejtsük el az allergiára. Káciumot azt igen, egyetlen egy olyan kácium készítmény van, ami egy kombinált készítmény, de a mivel ez nem a reklám helyezet, nem mondaná. De van olyan a piacon pezsgő tabletta formájában, amit lehet fogyasztani, és aminek azért van is hatása ilyen szempontból. Uh-huh. Ugye, allergia szezon is ugye van nyáron, ez egy fontos dolog, tehát nem, hogyha nem csipi meg az embert a rovar, hanem mondjuk alapvetően allergiás. Tényleg a gyerekeknél milyen korban szokott kezdődni, vagy mikor gyanakodjunk arra, hogy a gyerek mondjuk esetleg allergiás lehet valamire? Rovarcsipésre? Illetve vagy a levegőben lévő pollenekre. Ez általában egy éves kor után szokott kezdődni. Egy éves kor alatt még ezek a pollen vagy bőrön keresztül bejutó allergének és inkább a bőrtünetek mellett gyomorbélrendszeri tüneteket szoktak okozni, de egy éves kor fölött szoktak kezdődni ezek a problémák. Ugye a pollenallergiánál az ember elsősorban légúti, illetve bőrtünetekre gondol, szipog, náthás a gyerek, különösebb megfázásos tünetek nélkül, köhécsel vagy rosszabb esetben fullad. Ebben az esetben mindenképpen indokolt légúti allergének irányában kivizsgálni. De nagyon sokat jelent a szülő megfigyelése, ugyanis hát a pollenek, mint tudjuk, szezonálisan jelentkeznek, tehát jellemző ezekre a gyerekekre, hogy pont abban az időszakban jelentkeznek a klinikai tünetek, amikor az adott növény a pollenét szórja. A másik, amiről fontos beszélni, ugye a kullancs. Egyre több kullancs van, és azt mondják, hogy hát egyre több fertőzött kullancs is van, hogy ezeken mi a teendő, mi az, amit mondjuk orvosként lehetne itt javasolni? Régiónként változik a, mármint egy országon belüli régiónként is változik a kullancsoknak a fertőzöttsége. Erről a interneten nagyon jól lehet tájékozódni, hogy melyek azok a kitüntetett régiói az országnak, ahol különösen veszélyes lehet egy kullancscsípés. Ez a fertőzöttséget általában a mindenki által jól ismert Lyme-kór vonatkozásában adják meg, de azt tudni kell, hogy a kullancs egy, nem csak ezt az egy betegséget, hanem számos más betegséget is tud terjeszteni, azáltal, hogy a véráramba fecskendezi a bélrendszerében levő egyéb kórokozókat is. Én azt szoktam mondani, hogy ha az ember olyan helyen jár, ahol a kullancs megszúrhatja a gyermeket, akkor lehetőség szerint 24 órán belül a fejebúbjától a lábujjáig át kell böngészni a gyermeket, és nem nagy beruházás célszerű egy kullancskiszedő csipeszt otthon tartani, vagy ha az ember elmegy nyaralni, akár elvinni magával, amivel pillanatok alatt laikus számára is nagyon könnyen kiszedhetővé válik a kullancs. Ugye ezzel a csipesszel megfogja az ember a fej és a tor határán a kullancsot, tehát pont a bőr szintjében, és az óramutató járásával ellenkező irányban egy mozdulattal ki lehet csavarni a bőrből. Amit tilos csinálni, az az, hogy bekenni különböző dolgokkal a kullancsot, arra számítva, hogy ő kifordul onnan. Lehet, hogy megdőlik a kullancs, de mielőtt elpusztul, az összes béltartalmát beleüríti a véráramba. Készítettük a kullancsot. Mikor kell gyanakodni esetlegesen arra, hogy mondjuk mégis okozott gondot, problémát? Van annak valami bőrtünete esetleg? A Lyme-kornak igen, jellegzetes bőrtünete van, korai, illetve késői bőrtünete is vannak. A korai bőrtünet, ami talán a laikusok számára is elég jól ismert, ez a kokárdaszerű piros bőrkiütés, ami különböző nagyságú lehet, néhány centiméterestől akár 10 centiméternél is nagyobb átmérőjű, és nagyon fontos azt tudni, hogy nem csak a csípés helyén jelenhet meg, hanem teljesen más testrészen is megjelenhet, attól függetlenül, hogy ez a Lyme-kornak a tünete. Helyileg a kullancs, mint esetleges szennyeződést bevívő tényező,
olyan gyulladást tud okozni, mint egy rendes bőrsérülés gyakorlatilag. Azt helyileg kell kezelni, de ha attól távolabb jelentkezik meg ez az általam mondott bőrelváltozás, vagy ilyen kokárdaszerű nagyobb bőrtünet van, akkor mindenképpen kell gondolni lánykornak a lehetőségére. Egyébként, ha a kunacs megcsipi az embert, azért is célszerű kiszedni a bőrből, mert lehetőség van arra, hogy a kunacsot bevizsgáltassuk, és megnézzük azt, hogy például a lánykornak a kórokozóját hordozza-e a bélrendszerében. Annyi kitérőt tennék, kérdeznék, hogy a lánykort rengetegszer említettük már, hogy attól kell rettegni? Tehát, hogy valakit esetleg tényleg olyan kullancs támad be, ami ezt hordozza, és tényleg elkapja az ember, attól kell tartani? Az nagyon-nagyon kényes és nehezen kezelhető kor? Azt mondanám, hogy vannak esetek, amik nehezen kezelhetők, de az esetek túlnyomó többségében nagyon könnyen kezelhető kórképről van szó. Ez függ attól is, hogy gondol-e rá az ember, és időben van kezelve, vagy már előre a stádiumban kerül a beteg vizsgálatra. Ugye egy bakteriális fertőzésről van szó, amely antibiotikum kezeléssel meggyógyítható. Ezt jó hallani viszont, mert ugye médiában általában, hogy azért kérdeztem, mert médiában, hogy Lyme-kor, de soha nincs mögötte az, hogy mennyire rettegjünk tőle, vagy azért kezelhető, ezt azért kérdeztem meg, hogy azért, hogyha valaki, ne adj Isten, ez van, azért lehet ezt nagyon szuperül, nagyon jól kezelni. Ez szerintem egy fontos dolog. A gyerekbalesetek ugye top 3 kategóriában vagyunk, még gyermekbalesetek. Ez nagyon-nagyon furcsa hangozhat ez a kérdés, hogy mikor vigyük a gyereket orvoshoz. Itt gondolok arra esetleg, mondjuk beütött a fejét, akkor mikor érdemes mondjuk orvoshoz vinni, mit érdemes a gyereken figyelni, meg tényleg mik azok a balesetek, amik így előfordulnak nyilván. Hát ha a fejsérülésekkel kezdjük, akkor gyakorlatilag ott mindig fennáll a lehetősége annak, hogy a központi idegrendszer valamilyen sérülést szenved. Abban az esetben, ha a sérülésnek a mechanikája olyan, hogy potenciálisan benne rejlik az, hogy a gyermeknek az idegrendszere is sérül, mindenképpen azonnal vigyük orvoshoz. Ezek általában magasról történő leesések, vagy kisebb gyerekeknek a fejreesései, ugye függ attól is a fejsérülés esetleges következménye, hogy mekkora gyerekről van szó, és milyen magasról esik le, illetve, hogy vannak-e egyéb kísérő tünetei a fejsérülésnek. Nyilván, ha furcsán kezd el viselkedni a gyerek, feltűnően irritált, vagy túlzottan elfekszik, nem lehet vele rendesen kommunikálni, szédül, hány ingere van, vagy fejfájása van, akkor mindenképpen célszerű minél hamarabb orvoshoz vinni, annak kizárására, hogy az agyállomány nem sérült-e. Az egyéb testi sérülések vonatkozásában pedig nyilván a kis horzsolások azok otthon elláthatók, de ha már nagyobb sérülések vannak, ficamok, vagy pedig törésre gyanús elváltozások, amikor a végtag, illetve az izület furcsa helyzetben áll, vagy nagy fájdalom, mozgáskorlátozottság kíséri, akkor ott is mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A gyerekbalesetek kapcsán ugye beszéltük, hogy a top 3-ban benne vannak még tényleg azok, amik a gyerekekkel játék közben történhetnek, meg trambuliról való leesés, meg amit én még ugye szoktam mondani, vannak ezek a műanyag muszájmotorok. Azt onnan tudom, az egyik kislányom is egyszer elesett ezzel hatalmasat, be is bevittük a fehérvári kórházba az ügyeletbe, mert szétnyílt, össze kellett neki varni, vagy valahogy összeegeztették. Tehát gondolom, ezek is azért komoly gondot, problémát okoznak ebben az időszakban. Igen, pontosan. Én még megemlíteném a gördeszkát, ami veszélyes dolog, illetve hát a kerékpározást, ami ugye a napjainkban különösen a sok kerékpárút épülése révén reneszánszát éli. A gördeszka gyakorlatilag életveszélyes dolog azoknak, akik még tanulgatják. Igen. Nagyon könnyen fejre lehet esni vele, de ez meg lehet előzni, tehát ha az ember visel bukósisakot hozzá, illetve könyök térdvédőt, akkor gyakorlatilag minimálisra csökkenhet az esélye annak, hogy komoly sérülés legyen. Kerékpároknál pedig azon túl, hogy a gyermekek keresnek vele, sokszor látjuk ezt a küllős sérülést, amikor a biciklin hátul szállított gyermeknek a lába valahogy bekerül a küllő közé, és becsavarja. Rendkívül súlyos, nehezen hát operálható töréseket tud okozni. De a kerékpároknál is azt mondom, hogy ha a bukósisakot viseli az ember, és könyök térdvédőt használ, akkor elkerülhetőek legalábbis a komolyabb fejsérülések.
Illetve hát a kerékpározásnál a másik alapvető dolog, hogy a közlekedési szabályokat azért legalább alapszinten el kell sajátítatni a gyermekkel, és amikor a gyermek a közlekedésbe való belépést gyakorolja, vagy kezdi el tanulni, akkor kísérni kell, és megmutatni neki azokat az alap teendőket, amivel el lehet kerülni azt, hogy komolyabb baleset keletkezzen. Pont a minap láttam itt Fehérváron, többször láttam, egy nagyon-nagyon kis srác, lehet tényleg biztos, hogy még nincs 10 éves a gyerek, vagy nagyon annak a határán, de egyedül bringázgat mindig a városban, meg többször látom, hogy szülők például mennek, szülő megy elől gyerek hátul, vagy nem olyan régen voltunk például kirándulni családilag a Mecsekben, és ott láttam egy ilyen felfelé vezető hegyi úton, hogy tényleg ott ment a család, anya, apa, gyerekek, de a gyerekek össze-vissza kacsázva. Tehát tényleg kell az életkor érettség, edzettségi szint, mire a gyereket tényleg ki merjük engedni az utcára, mert elég sok gyerekgázolás lehet hallani, meg ugye a zebrán is történik azért sajnos ilyen. Pontosan, hát a gyerekek ugye egy természetes tulajdonsága a gyermekeknek, hogy kíváncsiak, nem igen van veszélyérzetük, illetve hát ők a zebrát például úgy kezelik, hogy ez egy teljesen totál biztosan védett hely. Kellő tapasztalatot kell gyűjteniük ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Ugye a közlekedési szabályok azok nem gyerekekre, hanem felnőttekre vannak kitalálva. És a másik probléma, hogy a gyermekek ugye, font azért gyermekek meg kisebbek, mint a felnőttek, alacsonyabban vannak a súlypontjuk, van a súlypontjuk, és abban az esetben, hogyha például autóbaleset, vagy már egyéb közlekedésben résztvevő járművel való ütközés van, akkor az alacsonyabb súlypont miatt ők sokkal súlyosabb sérüléseket tudnak elszenvedni. Gondolkodom még, hogy milyen balesetek vannak, vagy mi az, amiket érdemes még megemlíteni, ugye ezeken kívül, amiről beszéltünk. Egy elég tág spektrum volt ez. Van-e még valami, mondjuk elő szokott fordulni itt Fehérváron a kórházban? Viszonylag gyakran ebben az időszakban. Balesetekkel kapcsolatban szerintem nem. Amit én még megemlítenék, az a különböző vegyszereknek, növényvédőszereknek, gyógyszereknek a megevése, megivása, aminek a legszélesebb spektruma elő szokott fordulni, és itt is nagyon sokszor a szülői figyelmetlenséget, rosszabb esetben gondatlanságot kell megemlíteni, ami miatt ezek be szoktak következni. Hogy csak példát mondjak, hipót vagy növényvédőszert nem célszerű például kólás üvegbe tölteni, mert a gyermek előbb-utóbb meg fogja inni, főleg ebbe a nagy nyári kánikulában. A folyadékhiányról már beszéltünk annak kapcsán, elég kellemetlen lenne, ha ezzel pótolná szegény gyerek a folyadék. Előfordult egyébként hiányát. Már ilyen, hogy mondjuk így hoztak be gyereket, hogy belekortyott mondjuk nagy isten hipóba, vagy valami. Sajnos ez rendszeresen előfordul. Ez rendszeresen előfordul. Mivel ez a hipó például marószer, ezek nagyon nehezen gyógyuló nyerőcső, illetve gyomorsérülést tudnak okozni, és komoly diagnosztikus vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megállapítsuk azt, hogy lesz-e maradandó károsodás belőle, vagy sem. Tehát ezeket is nagyon magasra feltéve, nagyon lezárva, felcímkézve, kellő óvatossággal tároljuk. Pontosan, így van. Hát ugye azt mondjuk, hogy mi gyerekünk nem, meg úgysem, de a gyerek az a gyerek, hogy amiről beszélünk, hogy nagyon kíváncsi, nincsen veszélyérzete, nem gondol arra, hogy esetleg abba az van, meg hogy vele rossz történhet, hiszen még nincs annyi ismerete, tájékozottsága, és sajnos megtörténik a pontosan, rossz. Pontosan. És azt gondoljuk, hogy a mi gyerekünkkel nem történhet, meg velünk nem, csak mással, és amikor mi benne vagyunk, ugye, akkor tudjuk, hogy a másik ember szemében meg mi vagyunk a másik ember. Pontosan. Beszéljünk valami kellemesebbről a műsor végén, vagy a műsor vége felé. Nyár hogy telik majd? Szabadságra lesz lehetőség esetleg? Igen, éppen szabadság előtt állok, és a család most az északi középhegységet választotta a nyaralás helyéül. Kirándulásokat tervezünk. Ha jó idő lesz, természetesen a fürdés nagyobb hányadot fog kitölteni az időtöltésben, ha kevésbé jó idő, akkor pedig kirándulni fogunk. Hát ott van északi középhegységben, ott azért van rengeteg szép erdős rész, nagyon sok minden, strandok, kalandparkok, tehát az ember ott megtalálja. És kell is a pihenés mindenképpen, ezt adás előtt szintén beszéltük, hogy felvétel előtt, hogy az orvosnak tényleg elképesztő, hogy mi az, amit ki kell neki bírni, talpon lenni, figyelni, nem hibázhat, úgyhogy pihenés az mindenképpen jár. Én ezt tényleg még egyszer a jó pihenést kívánok, és nagyon kellemes nyarat, és köszönöm szépen a rengeteg választ. Én is köszönöm szépen.
És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a Fehérvár Televízióban.